Kosárlabda következik. Egy kosárlabda mérkőzés egyik csapatának játékosairól szóló adatok állnak rendelkezésünkre a jatekos.txt és a jedzokonyv.txt állományunkban. Hát, hogyha megnézzük ezt a két feladatot, az elsőt meg a másodikat, akkor rájövünk, hogy ez egy feladat, tehát magyarul elolvassuk azt, hogy készítsen új adatbázist kosár néven. Ezt mondjuk mi meg tudjuk csinálni, csináljuk gyorsan, indítjuk az accessünket, és akkor azt mondjuk, hogy új fájl létrehozása, üres adatbázis, ugye ezt abba a könyvtárba tesszük be, ahol, vagy amit megjelölt számunkra a vizsgabizottság, vagy a helyi rendszergazda, tehát a megoldások közé nálam, kosár néven, kész. A mellékelt adatállományokat importálja az adatbázisba jatekos és jegyzőkönyv néven. Na most viszont az importálás folyamatának kellős közepéről szóló dolgok vannak a második feladatban. Például beolvasáskor állítsa be megfelelő adatformátumokat és kulcsokat. A jatekos táblába ne vegyen fel új mezőt, a jegyzőkönyv táblába állítson be a rekordok azonosítására azon néven egy új mezőt. Jó, tehát akkor kezdjük a jatekossal, oda nem kell felvennünk semmit. Egyetlen dolgot kell majd megoldanunk, hogy később a mez legyen kulcs. Akkor lejövünk, és akkor a file menüből a külső adatok átvétele közül az importálást választjuk. Ugye onnan kell importálnunk, amit megint csak a rendszergazda vagy a helyi vizsgabizottság megjelölt számunkra, tehát nálam itt ebből a forrás könyvtárból. Ugye itt még nem látszik az importálandó fájl, hiszen még itt a legördülő menüben át kell állítanunk azt, hogy látszódjanak a szövegfájlok is, ugye a jatekos lesz az első. Az importálásra kattintunk. Azt mondja, hogy határolt. Hát, úgy néz ki, hogy ez így reális, hogy határolt tábla lesz. Igen, szépen felismeri az Access a oszlopokat, a mezőket. Látjuk, hogy az első sor tartalmazza a mezőneveket, akkor ezt így be is állítjuk neki. És új táblában akarjuk importálni. És akkor azt mondja, hogy a név, az biztos, hogy szöveg. A mez, az szám. A magasság, az is szám. És a poszt, az ismét szöveg, tehát helyesen ismerte fel a tartalmukat. És akkor azt szeretnénk ugye ebben az esetben, hogyha a mez lenne a kulcs, tehát magam választom ki a kulcsot, és a mez legyen a kulcsa ennek a táblának. Jó, és akkor tulajdonképpen ez így majdnem jó, ez a név, csak mégsem egészen, kicsit zavaró, hogy itt látszik, mintha ezen lenne a fókusz, aztán a kurzor megnyomására mégiscsak nem az történik, amit várunk, de hát semmi gond, át tudjuk állítani. És akkor ez most így kész. Ugye itt azt mondja, hogy az importálás befejeződött. Ha valamit elállítgattunk volna menet közben, akkor részint itt egy kis terjedelmesebb szöveget kapnánk, amiben arról panaszkodik a Access, hogy nem sikerült neki tökéletesen az importálás. Részint miután megnyomjuk az OK-t, akkor észreveszünk, hogy itt a táblánkon kívül itt van egy másik tábla is, aminek a neve arra utal, hogy azok az adatok vannak benne, amik a hibás importálás miatt a játékosból kimaradtak, vagy valami hasonló, most éppen nem teszem be pontosan. Minden esetre, hogyha arra a következtetésre jutunk, hogy az importálásunk nem sikerült tökéletesen, akkor egyszerűbb, hogyha itt jobb gombot kattintunk, és kitöröljük az egyik táblát is, illetve az alatta lévő másikat is, és újra kezdjük az importálást, sokkal kevesebb veszültséggel jár, mint hogyha megpróbálnánk a már rosszul beimportált adatokat rendbe hozni. Jó, tehát olyankor kezdjük újra. Na, akkor ez most így megvan, nézzük a másik felét. A jegyzőkönyv táblába állítson be a rekordok azonosítására azon néven egy új mezőt. Hát állítsunk, ugye látunk egyébként, hogy számláló, szám, idő, szám,
Jó. Hát akkor ezt is megcsináljunk. Visszajövünk ide. Megint importálunk. Ezúttal akkor a jegyzőkönyvet. Ugye ez is határolt szélességű. Itt is tartalmaz az elsősor a mezőneveket. Új táblában akarjuk látni majd az eredményt, és akkor azt mondjuk, hogy ez szám, ez dátumidő, dátumidő nagyon jó, hosszú egész, ez így jó. És akkor azt mondjuk, hogy az Access adjon elsődleges kulcsot a táblához, ez majdnem jó is, csak ugye ennek azonosító lesz a neve, nekünk meg az kell, hogy azon legyen, de ezt majd mindjárt megoldjuk. És akkor ugye itt kis j-vel jegyzőkönyv, nehogy ebbe valaki belekössön. Ugye megint hibátlan lett az importálás, és akkor most ezt megnyitjuk, tervező nézetre váltunk, és akkor ezt az első mezőt átnevezzük azon névre. És akkor kimentjük. Akkor az importálás az tulajdonképp kész, még annyi van itt, azt mondja, hogy a két tábla kapcsolatát mutatja az ábra. Hát akkor ezt megcsinálhatjuk. Oda megyünk itt, hogy eszközök és kapcsolatok, és ugye a játékos, illetve a jegyzőkönyv tábla között akarunk létrehozni kapcsolatot, méghozzá azt akarjuk elmagyarázni az Accessnek, hogy ez a mez az ugyanaz, mint ez a mez, rákérdez, hogy ezt komolyan gondoltuk-e, és hát mit kell mondjam, igen, így van. Ez a hivatkozási integritás megőrzése, ugye ez arra vonatkozik, hogyha az egyikben módosítunk egy adatot, akkor a másikban is módosuljon, na, hát akár be is pipálhatjuk, de nem tudom, hogy fontos lesz a feladat során, mondjuk, hogy nem, jó? Csak így megcsináljuk ennyit. És akkor most kimentjük, és akkor ezzel készen van az első két feladatunk.